A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit augusztus 15-én kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban összeállítást láthatnak a Vörösmarty Könyvtár háromnapos konferenciájáról, bemutatjuk a Vármagazin most megjelent lapszámát, megismerkedhetünk Berkényi Tamás állatorvossal, kicsit másként. Tartsanak velünk! Megjelent a Vár folyóirat, az új számot a Vörösmarty Társaság dísztermében vehették kézbe az olvasók. Nagykorú lett a Vár, a Vörösmarty Társaság irodalmi és közéleti folyóirata. Az idei évben a 18. évfolyam második számát mutatták be a Társaság Kossuth utcai dísztermében. Ahogy megszokhattuk, az antológiában a székesfehérvári és Fejérvár megyei szerzők mellett országszerte ismert, kiváló költők, írók és irodalomtörténészek írásait olvashatjuk Bobori Zoltán és Irodalmár társai szerkesztésében. Ennek az új számnak a legnagyobb értéke azt hiszem az, hogy 18. évfolyam. Még nem volt Fehérváron olyan irodalmi kiadvány, ami 18 esztendőt megélt volna. Ezért nagyon-nagyon büszkék lehetünk rá, és azok is vagyunk, hiszen többen mondták most az utóbbi időben, miután az országban sorra szűnnek meg az irodalmi folyóiratok, vagy online kiadványok lesznek, hogy irodalmi folyóirat nélkül nem képzelhető el egy város irodalmi élete. Tehát ezért én azt hiszem, hogy minden erőnkkel azon kell lenni, hogy megérjük a 19. évfolyamat, és aztán tovább, Isten tudja meddig. De minden esetre ez most nagy öröm, hogy valóban a 18. évfolyamot kezdtük el, és mint a korábbiakban is mindig, amivel törődtünk és igyekeztünk, rendkívül sokrétű és színes ez a szám. Tehát ugyanúgy megvannak most benne természetesen a határon túli írók, mint a hazaiak, kiváló fiatal, tehetséges írókkal van dolgunk most ebben a számban, és hát azt hiszem, hogy sokat fogják jelenteni, hogy a Várban egy ilyen rangos társaságban megjelenhetnek a verseik vagy az írásaik. Hát különösen azt hiszem, hogy büszkék lehetünk arra, és értékelhetjük azt, hogy új kiváló szerzők jelentkeztek. Például a Legendi Péter, legendás rádiós újságíró és úró, vagy a Pétervári Zsolt egy egészen magas színvonalú prózai írással jelentkezik a Várban, vagy Ádám Tamás, aki néhány éve már írt nekünk, de ugyanígy mondhatom Gulyás Imrét, aki a második magyar hadseregről, nemrég volt a könyvbemutatója egy nálunk, második magyar hadsereg sorsáról írt egy egészen nagyszerű írást, megjelent az új könyve, azt is bemutattuk, tehát mondhatom azt, hogy nagyon színvonalas ez a szám. Például itt van Prax Levente, nagyon tehetséges fiatal írunk, vagy Pásztor Bertalan egy drámai írással jelentkezett. Úgyhogy van, azt hiszem, hogy remény arra, hogy élvezettel fogják olvasni a várolvasói. Péntek Imre József Attila díjas költő számára is az alapot jelentette, hogy visszatérve Székesfehérvárra bekapcsolódjék a Vár munkájába. Az új folyóiratban ezúttal a Petőfi emlékév kapcsán a költő mítoszát vette górcső alá írásában. Drukkere voltam a Várnak, amikor elindult, és tényleg az Zoli zseniális munkát végzett, hogy a széthulló publikációs fórumokból csinált egyet, de az jó. És a Vár megállta a helyét,
Én először drukkoltam arra, gondoltam arra, hogy talán mi lesz a kritikával, de Sebők Melinda, ahogy csatlakozott a csapathoz, mindent megoldott. Tehát a vallomások, a szép irodalom, a versek mind kiváló minőséget hoztak. Úgyhogy én is időnként Egerszegről küldtem kéziratokat a Zoliéknak, és hát meg is jelentem, tehát nem szakadtam be teljesen sem a vártól, sem a várostól. Úgyhogy most visszatérésünk után pedig hát láttam, hogy egy-két írásom ismét bekerülhetett a várba. Nagyon örültem ennek a dolognak, hogy visszastruktúrálódtam a régi szövedékbe, és ebbe a lapszámba pedig egy írói küzdelmet próbáltam elmesélni. Petőfi 200 éves születésére, 200. évfordulója ihletett meg engem is. Annak idején Petőfi versét Utasi József alakját, mondjuk Petőfi személyét, Utasi József, Zugmárci József verse cím költeménye, hozta elő a magyar közvéleménybe, és Dénés József megzenésítésében óriási jelentség nyugodtan mondhatom, hogy sikert aratott, és én akkoriban figyeltem fel Petőfinek a különböző életrajzi gubancaira, de és gondoltam, hogy Józsi írt egy rövid kis verset, én írok egy drámát. Na, és ebből született egy Kortes beszéd nevű amatőr színjáték, és az évek múlásával pedig többször átírtam. Született egy Flamingók tánca című dráma, amit egyébként még a Szikora Jánosnak is megmutattam, hát nem tudom, hogy mi tetszik-e neki, vagy sem. Tehát a Flamingók tánca miről szól? Arról szól, hogy a márciusi fiatalok a két hónapban, amíg a kormány nem jött Pestre, 1848. február-március-áprilisában, addig a Közcsendi Bizottmány nevű városi szervezet uralta a helyzetet, és ennek tagja volt Petőfi is. A bemutatón megjelent Sebők Melinda is, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense szerkesztőként is sokat tett és tesz azért, hogy a vár meghatározó folyóirat lehessen az irodalombarátok körében. Mint minden váren, ez is nagyon fontos a város életében, hiszen ez az a folyóirat, amiben most már nem csak a fehérvári költők, írók, kritikusok kapnak helyet, teret, hanem Fejér megye mindenféle közönségének kinyílik tulajdonképpen a vár. Gondolunk itt mondjuk drámaírókra is, vagy olyan kritikusokra, mint Bakony István, aki rendszeresen közöl benne kritikákat. Most például Péntek Imrének jelent meg egy nagyon jó írása a Petőfi születésének bicentenáriuma alkalmából. Ugyanakkor ettől sokkal szélesebb palettát mutat fel a vár, hiszen nagyon sok fiatalnak is teret ad, egészen fiataloknak, akár gimnazistáknak is kinyitott a kapuit a vár. És ez a folyóirat talán azért jelentős, vagy azért is jelentős, mert van egy 1938-as múltja, egy olyan múltja, amiben még György Oszkár is, Vörös Sándor is, Takács Gyula is szerkesztője volt a várnak. Tehát a 30-as években kezdődött gyakorlatilag ez a folyóirat, amit Bobori Zoltán a 2000-es évek elején újjá tudott indítani, újjá tudott éleszteni, és egy igazi új formát tudott teremteni a kortárs magyar irodalomnak is. A folyóirat szerkesztői és szerzői számára megerősítést jelent, hogy immár nem csak hazánkban, de az országhatáron túl is nagy érdeklődés kíséri a vár megjelenését. Az Állatorvos és Ember címmel rendeztek beszélgetést a Romkert étteremben. A nagy érdeklődéssel várt diskurzusban az állattartás mindennapjairól hangzottak el személyes történetek.
A Romkert étterem adott otthont annak a rendhagyó beszélgetésnek, amelyben Bokros Judit moderálása mellett Berkényi Tamás állatorvos, a Vadmadárkórház alapítója egy olyan oldaláról mutatkozott be, amit mindez idáig csak a rendelőjében, illetve a baráti körben ismertek néhányan. A felhőtlen diskurzusban természetesen szó esett az emberöltönyi pálya kezdeteiről, illetve a múltba és a jelenbe ágyazott jövőképről is. Ha visszanézek, 32 évről beszélünk az állatorvosi munkámról, és 27 a Vadmadár Kórházról, és tulajdonképpen mind a kettőt attól a bizonyos 5 éves kori első zebrapinttől eredeztetem, és soha nem gondoltam más, hogy állatorvos leszek, és soha nem gondoltam másra, mint hogy egyszer madarakat fogok menteni és gyógyítani, tulajdonképpen azóta, amióta 5 éves koromban megkaptam az első bizonyos zebrapintjémet. És érdekes, hogy ez egyáltalán nem változott az elmúlt években, évtizedekben, a mai napig is úgy gondolom, hogy állatorvos szeretnék lenni, ha majd egyszer nagy leszek, akkor is állatorvos akarok lenni, és továbbra is madarakat szeretnék menteni. Az, hogy egy ilyen rendezvényen játékos formában mesélsz el dolgokat, ez mennyire tudatos, hiszen az állatorvoslás nyilván egy nagyon-nagyon komoly dolog, viszont vannak olyan játékos történetek, amelyek még közelebb hozzák az ember fiát ehhez a hivatáshoz. Én azt láttam mindig is a munkám során, most az állatorvosi praxis során, hogy az embereknek nagyon fontos, hogy elmagyarázzuk, hogy mit teszünk. Én soha nem voltam az az állatorvos, aki nagyon tudományosan, nagyon szakszerűen megmondja a diagnózist az embereknek, és utána elvégzi a munkáját, és befejezi a gyógykezelést. Én mindig is nagyon sokat meséltem, mindig is világéletemben beszélős voltam, beszélgetős voltam, és innen jött az ötlet, hogy azok a történetek, amiket megtanulok, amiket meghallok a praxisban, azok a történetek, amelyeket megosztok más emberekkel, például vicces helyzetben elmesélek egy vicces történetet nekik, hogy megnyugodjanak, hogy egy kicsit könnyítsek a helyzetükön, azokból a történetekből hoztunk össze egy válogatást most ide. Én mindig is azt gondoltam, hogy ez rendkívül fontos egy állatorvos ember-gazdi kapcsolatban. Nagyon fontos kérdés az állattartás. Hol tartunk ma? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy felgyorsult a világ, ugyanakkor egyre inkább látjuk, hogy nagyon sokan tartanak különböző állatfajokat. Én azt látom, hogy legalábbis a hozzám járó és az állatosok jelentős részt járó gazdák egyre inkább úgy tekintenek az állataikra, mint egy házi kedvencre, mint egy családtagra, és az elvárások egyre nagyobbak és nagyobbak, az emocionális kötődésük egyre komolyabb és komolyabb. Nagyon sokszor azt érzem, hogy mint egy a gyerekükkel bánnának az emberek, és ebből következően rendkívül fontos az érzelmi kötődés, ami összeköti őket az állattal, és ugyanezt elvárják az állatorvostól is. Mondhatjuk, hogy ez lehet a jövőképe az állattartásnak, a gazda és az állat kapcsolata megerősödik? Igen, feltétlenül legalábbis a házi kedvencek esetében mindenképpen arra kell számítanunk, hogy az ember-állat kapcsolat, az ember-állat kötődés az rendkívül fontos lesz, és azok az állatorvosok fogják tudni a legjobban elvégezni a munkájukat, akik a szakmai tudásuk mellett erre is nagyon komolyan tudnak figyelni. Ez rendkívül fontos. Édes Tova, 15 esztendeje, hogy végeztél 2008-ban, ha jól emlékszem, a speciális szakállatorvosi diplomád is meglett. Hol tartunk ebben a kérdéskörben, hiszen tapasztaljuk, hogy a Vadmadár Kórházban egyre több olyan egzotikus állatfaj van, amely azt mondom, hogy figyelemre szorul. Az egzotikus szakállatorvos képzés azt gondolom, hogy egy rendkívül fontos fejlődés vagy egy lépés volt az állatorvos képzésben. Ezt követően értelemszerűen a saját tapasztalatok gyűjtése, ami fontos és ami egyre fontosabb. Emellett egyre több olyan továbbképzést és erre a másoddiploma képzésre épülő továbbképzést kell követnünk, amelyek ezt a tudást is fejlesztik. Az, amit én akkor 2008-ban megtanultam, az már azóta sokkal-sokkal továbbfejlődött. Tehát ha valahol, akkor az egzotikus szakállatorvoslásban például a továbbképzések, fejlődéseknek iszonyatosan nagy jelentősége van. Helyük van az otthonunkban az egzotikus állatoknak? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, erre én nem biztos, hogy tudok válaszolni. Egyáltalán az is egy kérdés lehet, hogy helye van-e az állatnak az emberek életében, helye van-e egy kutyának, egy macskának, egy panelban. Én mindig azt gondolom, hogy ésszel, megfelelő feltételek biztosításával bizonyos állatokat tarthatunk, és bizonyos állatokat nem kell, hogy tartsunk a környezetünkben, a lakóhelyünkön. Talán tőlem, mint vadmadár kórházas állatorvos, vagy madármentő állatorvos, furcsa hangozhat, de én például az arapapagájuk tartásáról mindenkit lebeszélek, holott az egyik leggyönyörűbb és szabadon tartható
papagájfélénk itt Magyarországon is, tehát engedélyezik a tartását, de ha belegondolunk, hogy hosszú évtizedeken keresztül élnek, rendkívül hangosak, kolóniában élő, 24 órás törődést igénylő állatok, akkor nem biztos, hogy a mai felgyorsult élettempóban egy ilyen állatot szabad megvenni és tartani. Holott, ha valaki, én biztos, hogy iszonyatosan szeretem az arab papagájukat, ennek ellenére mindenkit lebeszélek a tartásukról. Ugyanakkor egy kis testű kutya, egy magányos ember számára befogadott macska, biztos, hogy egy helyes döntés. Tehát van jövőképe ettől függetlenül az állattartásnak az otthonunkban? Igen, azt gondolom, hogy igen, csak megfelelő feltételekkel és megfelelő felelősséggel. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyismereti könyvtárosok szervezete a Vörösmarty Mihály könyvtárral együttműködésben rendezte meg 24. országos konferenciáját. Jó szóval oktasd, játszani is engedd című találkozó középpontjában a nevelés és színjátszás történet, valamint a Petőfi kultusz helyismereti vonatkozásai álltak. A Vörösmarty Mihály könyvtár olvasótermében sajtótájékoztató keretében ismertették a Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyismereti könyvtárosok szervezete 24. országos konferenciájának programjait. Az idei konferencia középpontjában a nevelés és a színjátszás történet, illetve a Petőfi kultusz helyismereti vonatkozásai állnak. Városunknak azért is jó, mert itt van mit bemutatni. Egyrészt ugye maga a témát, mint a Petőfi bicentenárium lesz a téma, akkor lesz játék, és hogyan tanítsuk meg a játékkal együtt az olvasásra, illetve a kultúrára, a művelődésre a gyerekeket, illetve az embereket, felnőtteket is. Ez egy érdekes témának ígérkezik. Természetesen kiegészítő programként lesz majd hetet játékmúzeum látogatás, számos szakember fog majd előadni a tanácskozás során. A találkozón kiemelt szerepet szánnak az újszerű kezdeményezéseknek, a jó gyakorlatoknak, nem csak a könyvtárakban, hanem a kulturális társintézmények közül, ezúttal a múzeumokra kivetítve, a múzeum pedagógia területén is. Nagy hangsúlyt kapnak a rendhagyó könyvtári foglalkozások, a digitális és virtuális eszközök felhasználása. 2000-ben július 26-28 között már itt volt Székesfehérván akkor a 7. konferencia. NKS pályázatból kolléganők korábban is szakmai konferenciát is, az csak egynapos volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy van előzménye annak, hogy itt a szakmai konferenciát megrendezzük. Én azt gondolom, hogy nagyon elismerésre méltó az a helyismereti munka, ami a mi könyvtárunkban folyik, és próbálunk most megfelelni a korábbiaknak. A konferenciára, amelynek előadásai a Városháza dísztermében lesznek, az ország számos részéről érkeztek előadók, akik 3 napon át tartanak izgalmas előadásokat, amelyekbe minden érdeklődő bekapcsolódhat. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete helyismereti könyvtárosok szervezete a Vörösmarty Mihály könyvtárral együttműködésben rendezi meg a 24. országos konferenciáját. A jó szóval oktasd, játszani is engedd találkozó középpontjában a nevelés és a színjátszás történet, valamint a Petőfi kultusz helyismereti vonatkozásai állnak. A Városháza dísztermében megtartott mai előadássorozatban elsőként Széman Rihárd fotográfus, helytörténeti kutató, játék és jótékonyság címmel a lokálpatrióták szerepét idézte fel. Ez egy tárlatvezetés lesz, egy régi fotóalbumnak a képeit fogom bemutatni. A képek arról szólnak, hogy egy fővárosi tisztviselő a szabad idejében Rákosszent Mihályon gyakorlatilag az egész szabad idejét arra áldozta, hogy műkedvelő előadásokat készítsen, ezekről albumot készített, jegyzeteket írt. Nagy Veronika a Hetet-Hét Játékmúzeum néprajzkutató muzeológusa miniatűr magyar Nürnberg című előadásában a Székesfehérvári Javítóintézetben zajló játékipar történetét elemezte. Ez azért érdekes ez a történet, mert ez csak néhány éve bukkant fel egyáltalán, és nagyon fontosnak tartottam játékmúzeológusként, hogy ezzel próbáljak meg hozzátenni egy picit a város történetéhez, hiszen az a gyűjtemény, amit a Hetet-Hét Játékmúzeum őriz, a Moskovszki gyűjtemény, nem kapcsolódik közvetlenül Székesfehérvárhoz, viszont kiderült, hogy a két világháború között Székesfehérváron nagyon komoly játékipari tevékenység zajlott, és
mégpedig a Székesfehérvári Javítóintézetben. Tehát nem iparosok készítettek játékokat, hanem javító nevelés alatt álló fiatalkorú növendékek, gyerekek tulajdonképpen. És ez egy nagyon komplex és nagyon összetett pedagógiai szemlélet is volt, illetve hát egy nagyon fontos törekvés arra vonatkozóan, hogy a külföldi termékeket kicsit kiszorítsák az országból, és inkább a magyar ipar kapjon hangsúlyt. A konferencia harmadik napján a Tanácsköztársaság oktatáspolitikája, Székesfehérvár történései, illetve a Brunswick teleki és Zserándó család pedagógiai tevékenységéről hallhatnak előadásokat az érdeklődők a Városháza dísztermében. A konferencia harmadik napján Farkas Edit előadásában a helyismereti vetélkedők és játékok kerültek fókuszba. A Vörösmarty könyvtár munkatársa beszámolójában elmondta, hogy helyismereti csoportjában régóta kiemelt figyelmet kap az iskolás korosztály. A számukra nyújtott rendhagyó tanórák, versenyek, tábor és online tartalmak formájában. Csoportfoglalkozásaik szerves részévé váltak a helyismereti dokumentumokra épülő társasjátékok, melyek kínálata az utóbbi években szépen bővült. Úgy gondolom, hogy a játék az egyik legfontosabb nevelési eszközünk, ami a kertudat alatt is tanulásra késztetheti a gyerekeket, és nálunk a helyismeretben rengeteg olyan dokumentum van, ami minket is megihlet, és amelyek játékos megismerésével úgy gondoljuk, hogy még jobban szolgáljuk a gyerekek fejlődését. Varga Bianca Zsuzsanna, Siklósi Gyula Várostörténeti Kutatóközpont régész történésze a Tanácsköztársaság Székesfehérvári oktatáspolitikájának történetét idézte fel. Kutatási területe a Székesfehérvári Ferences rend 20. századi működése, valamint a Tanácsköztársaság művelődés politikája Fejér megyében. A konferencián Székesfehérvár 1919. évi oktatáspolitikájával, azon belül is Velinszky László tevékenységével kapcsolatos kutatásainak eredményét osztotta meg a résztvevőkkel. Megpróbáltam ugye az időrövidsége miatt elsősorban az országos, illetve a Székesfehérvár vonatkozású rendeleteket, amit az oktatáspolitikának felől hoznak, illetve Velinszky László volt, aki itt volt, aki a közügyekért felelt, ő neki a munkásságát, illetve az által hozott rendeleteket kívánom bemutatni az előadásom folyamán. A háromnapos székesfehérvári konferencia megerősítést nyújtott. Olyan fontos helytörténeti előadásokkal gazdagodhattak a résztvevők, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a múlt történéseinek tapasztalataival utat mutassanak a jelennek és a jövőnek egyaránt. Egy héten át dolgoznak idén is a fehérvári művészek tematikus megkötés nélkül a Móri művésztelepen. Idén Mosberger Róbert vezetésével a Cine Típia hódított magának teret az alkotótáborban. Az elkészült alkotásokat idővel Székesfehérváron is bemutatják majd. Ami áttetsző dolog, attól is ott jelenetne. Egy víz alatt bugyborékoló hal cianotípiája készül épp a Móri művésztelepen. A cianotípia egy régi fotóelőhívási technika, mely során egy úgynevezett kék nyomat készül. A folyamat során a hordozó felületet bevonják egy sárgás-zöldes fényérzékeny anyaggal, mely az UV-fény hatására először barnássá, majd az előhívást követően ciánkékké változik. Jól látható, ahol a felületet letakarták, ott a papír fehér maradt, ahol viszont fényéri, ott bekékült. Mosberger Róbert vezetésével az imént látott eljárás foglalkoztatta idén leginkább a Móri művésztelep résztvevőit. A Fehérvári Művészek Társasága évről évre együtt alkot a Lamberg kastély melletti szabadiskolában. Maga az alapítvány az 89-90-ben alakult, akkor vált ez egy ilyen művészeti bázis, ez a hely, ahol vagyunk, a Nagymedek is, ahol a közéje csoportosuló fiatalok alkottak itt, és aztán hát én 96 óta vagyok itt, a Toppartiban végeztem, és utána kerültem ide, aztán bekapcsolódtam én is itt a vérkeringésbe, a grafika és fotóműhely kezdett hozzám tartozni, azt működtetem azóta is, és ugye Szűcs Erzsébet, az összekötő Móri és Fehérvár között, aki nagyon sok fehérvári és megyei támogatású művésztelepet megszervezett itt,
ebből nagyon sokféle volt, tényleg a művészkönyvtől, tehát a helyi műhelyekre, ami elég sokféle műhely található itt, azokra épülő művésztelepeket hozott létre, szervezett meg. A művészkönyvtől kezdve a szobrászati, a grafika, a fotó, a kerámia, a fával foglalkozó, a kovács műhelyre épülő műhelyek, vagy művésztelepek, nemzetközi és hazai alkotók közösen vettek részt ezeken. Aztán egy ideig kevésbé működött, és ugye Fehérvár szeretett volna egy fehérvári bázisú művésztelepet létrehozni, akkor ez itt lehet, és aztán az még nem jött létre, igazából nem forrta ki magát, és akkor visszatértek ezek a művésztelepek ide. Hát itt azért nehéz létrehozni egy új művésztelepet. Kell egy karakteres ember, aki a szívén viseli az egészet, aki maga köré tudja csoportosítani az alkotókat, aki magáinak érzi a helyet, illetve egész évben tudja működtetni. Ez olyan ez a hely, hogy itt egész évben látogatható, kipróbálható műhelyek vannak, és azért jó ezek a művésztelepek még, hogy lehetősége van a Fehérvári Múzeumnak a gyűjteményét gazdagítani, mert ugye úgy működik ez, hogy az itt alkotók munkáiknak egy bizonyos részét, mennyiségét azt a múzeumnak adják, cserébe, hogy itt dolgozhatnak. Idén a cianotípia főszerep, ami egy nagyon-nagyon régi fotóeljárás, és ezt lehet a vezetésemmel kipróbálni. Részt vesznek benne festő, grafikusok, fotósok, tehát hogy általában más műfajban dolgozó alkotók, képzőművészek is nagy örömüket lelik, és színesíthetik a palettájukat ezzel a technikával. Egy művész általában, egy képzőművész az ilyen magányosabb, befelé forduló tevékenység ez, és akkor itt pedig egymás mellett kell dolgozni, és egy kicsit azért úgy más, viszont megismerhetik egymás munkamódszerét, vagy illetve közösen is gondolkozhatnak, inspirálhatják egymást, meríthetnek a másiknak a módszereiből, a munkamódszereiből. Ide jön egy ilyen, van aki ide jön konkrét elképzeléssel, valakiben itt alakulnak ki a gondolatok, hogy mi, hogyan oldja meg, milyen témát találjon. Ebbe segítheti a másik alkotónak a gondolkodása, vagy ahogy éppen munkálkodik, inspirálhatja, és azért jó, mert összeadódnak ezek a közös, külön-külön alkotó folyamatok, de mégis így merítkeznek egymásból, ötletek születnek. Egy-egy ilyen intenzív alkotótábor alkalmával a magányosan dolgozó művészek is közösségben alkotnak, megismerik egymás munkamódszerét, közösen gondolkodnak és inspirálják egymást. Egymásra hatnak itt az emberek, ez egy ilyen alkotótelepben a nagyon jó, hogy nem tudtam pontosan, hogy mihez kezdek majd, ha eljövök. Volt egy pár tervem, gondoltam mozgóképre, gondoltam valami installációra, amelyekhez ilyen plexi dolgokat használok fel, de aztán, hogy ez a cianotípia technika itt a Robi által a kezünkbe került, így valahogy ez elkezdett inspirálni. Meg így egymásra hatunk, így ahogy beszélgetünk, így ahogy látjuk egymás dolgait, így bukkannak fel újabb ötletek. Csomó minden itt születik meg tulajdonképpen a létrejött képek közül. Persze az idei művésztelepen is készülnek más típusú alkotások is. Horváth Roland például egész héten maradt az ecset és a vászon mellett. Varga Gábor Farkas pedig egy vegyes technikával készülő művészkönyv összeállításán dolgozott a szabadiskola egyik műhelyében. A Móri művésztelepen elkészült alkotásokat természetesen a fehérvári közönség is láthatja majd a nyarat követően.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.